Orbán Viktor 2017. május 4-én a Csengeri járási tanúszoda átadó ünnepségén azt ígérte Csenger és a Csengeri járás népének, hogy hamarosan megépül a Csengeri börtön. Sajnos azt látjuk, hogy a börtönépítésre szánt terület a mai napig szántó és legelő művelési ágban van, és egészen elképesztően felháborítónak tartom, hogy Pintér Sándor belügyminiszter úr a Csengeri börtön megépítését firtató kérdésemre kitérő, semmit mondó választ adott. A Mi Hazánk mozgalom és Csenger népének nevében követelem, hogy a miniszterelnök úr teljesítse 2017-ben tett ígéretét, és mihamarabb kezdjék meg a börtön megépítését. A Csengeri járás az ország legszegényebb járása, amely egyébként nem az ott élők hibája. A börtön megépítésével 250 új munkahelyet teremtenének, és az legalább 1000 ember megélhetését biztosítaná, amely az ország legszegényebb járása számára óriási segítséget és előrelépést jelentene.